Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnafej televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grész vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Sonka Tojás Halászlé, az utcaemberét kérdeztük arról, hogyan készül a húsvéti ünnepekre. Jól teljesítettek a bíróságok, folyamatosan javulnak az igazságügyi dolgozók mutatói Tolna vármegyében. Fogyasztóvédelmi tájékoztató, a legfontosabb szabályokról ismertették a vállalkozókat. Tehetséggondozó önkormányzat, fiatalokat díjaztak Dombóváron. Sonka, tojás és halászlé szinte elengedhetetlen elemei az ünnepi asztalnak. Idén április 7-én van nagypéntek, április 9-én húsvét vasárnap és 10-én húsvét hétfő. Stábunk az utcaemberét kérdezte arról, hogyan készül az ünnepekre. Hosszú sor állt szerdán a szekszárdi piactér egyik standjánál, mindenki tojásra várt. Alig győzték az eladók, a vásárlók többsége több dobozzal is vett egyszerre. Ami nem is csoda, hiszen nyakunkon a húsvét, a tojás pedig a hagyományos ünnepi menü része. Sokan már túl vannak a négynapos hosszú hétvége előtti nagy bevásárláson, és csupán a fogásokhoz szükséges elmaradt hozzávalókat szerezték még be. Sonka, tojás, akkor húsleves, pörkölt, minden, sült húsok, sütemények, minden, ami kívánnak. Meg hát pénteken természetes a hal. Tojás festéssel, finom, hagyományos ételekkel. A 40 napos böjt befejeztével mondhatjuk, hogy a húsvét többek között a bőség ünnepe. Azonban a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben az emberek többsége jobban meggondolja, hogy miből és mennyit vásároljon. Nem vesz meg mindent most már. Amit szeretne, szerintem az ilyen nyugdíjasok főleg nem. Úgy tűnik, hogy boltból, vagy üzletből üzletbe kell menni, hogy az ember egyáltalán borzasztó, iszonyú. A mandarin eddig nem volt, 1700 forint ott fönn. Zöldségfélék is, ahány ilyen pult, különböző árakon. Az árusok is azt tapasztalják, hiába közelednek az ünnepek, a vevők nagyon megfontolják, hogy mire költik a pénzüket. Abszolút nem mernek bátran, nem mernek, hanem egyáltalán, tehát nagyon-nagyon látszik, hogy nincs pénz. Ebben a szekszárdi húsboltban is hosszú sorok álltak, a legtöbb vendég természetesen a sonka iránt érdeklődött. Más valamit adhatok még? Igen, valami sonkát keresünk. Ilyenből tudok esetleg vágni, hogyha ez megfelel. Mennyi ennek ki rója? 4100. Az üzlet kereskedelmi vezetője azt mondja, érződik, hogy óvatosabban vásárolnak az emberek, de a jó minőségű húsra, húskészítményekre mindig van kereslet. A boltban egyébként szerdánként a nyugdíjasok kedvezményt is kapnak, ezzel segítik őket. Hozzátette, a húsvét előtti héten általában a füstölt áru a legnépszerűbb. Van a kötődött sonka, házi sonka, és ugye mi híresek vagyunk arról, hogy csak hagyományos füstölés és hagyományos pátrolású termékeket forgalmazunk, és ez nagyon nagy kereslete van mind a kötődött sonkának, a szívsonkának, a csülöknek, úgyhogy ez most a sláger. A húsvét úgynevezett mozgó ünnep, vagyis minden évben máskorra esik. Idén április 7-én van nagypéntek, április 9-én húsvét vasárnap és 10-én húsvét hétfő. Ez a három nap ünnep és egyben munkaszüneti nap is. Idén március 14-én elindult az egész országra kiterjedő tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, amely április 10-éig tart. Eddig 1154 vizsgálatra került sor, ebből 87 esetben szabtak ki bírságot a szakemberek, összesen több mint 6,3 millió forint értékben, jelentette be szerdai közleményében Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkára. Kiemelte, hogy a hatósági felügyelet célja, hogy az ismeretlen eredetű, nem biztonságos és nem megfelelő minőségű élelmiszer húsvétkor ne kerülhessen a fogyasztók asztalára. A hatóság kiemelten ellenőrzi az étkezési tojást, a pácolt, füstölt húskészítményeket, a hideg konyhai készítményeket, az édesipari termékeket, a primör import zöldségeket és gyümölcsöket, a borászati termékeket és szeszes italokat, közölte az államtitkár.
Április 7-én nagypénteken, április 9-én húsvét vasárnap és április 10-én húsvét hétfőn kizárólag a 0-24 órás az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárak biztosítják az ellátást, közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet szerdán. Azt írták, április 8-án nagyszombaton a pihenőnapokon is üzemelő gyógyszertárak nem a szokásos munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig tartanak nyitva, zárás után pedig ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el. Tudatták, a patikák betegforgalmi bejáratánál látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti készenléti szolgálatot teljesítő üzlet nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet adatait, elérhetőségeit is. Hiába adott rengeteg munkát az illegális migráció a Tolnavár megyében működő bíróságoknak, a mutatóik ellenére is javultak 2022-ben, derült ki egy szerdán tartott sajtótájékoztatón. Az Országos Bírósági Hivatal főosztály vezetője azt mondja, az országnak ezen a részén az átlagosnál jobban teljesítenek a bírók. 10-ből 9 ügyet egy éven belül befejeztek a Tolnavár megyében dolgozó bírók 2022-ben. Ez derült ki azon a sajtótájékoztatón, amit a minden esztendőben megtartott összbírói értekezet előtt tartottak Szekszárdon. A törvényszéken, valamint az alatta működő 5 járásbíróságon 2022-ben összesen 14.949 eljárás indult, és ennél valamivel többet sikerült is lezárni. Legnagyobb mértékben a büntetőperek száma nőtt, 2 év alatt 103-ról 240-re, ami elsősorban az illegális migrációnak tudható be. Ötszörösével emelkedett a kiszabott vagyonelkobzásoknak az összege a tavalyi évben, ez a költségvetési csalások és a tömeges bevándorlással összefüggő bűncselekmények miatt, de 58%-os emelkedés van a bevételeknél az ittas jármű vezetések, a kábítószer birtoklás, a közokirat hamisítás miatt előírt követelések vonatkozásában, itt a pénzbüntetések mértékét is tekintve. A Szekszárdi az ország harmadik legkisebb törvényszéke, ami a személyi állomány létszámát illeti. Ennek ellenére kiemelkedő eredményeket érnek el az ott dolgozó szakemberek. Ezt az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője mondta. A bírósági ítélkezés társadalmi elfogadottságát a megalapozottsági mutatók tudják a leginkább érzékeltetni, ami azt jelenti, hogy a Szekszárdi törvényszék vonatkozásában ez a jogerőre emelkedési arány szinte minden szinten és ügyszakban meghaladta az országos átlagot. Kiemelendő, hogy a járásbíróságok polgári, gazdasági ügyszakában az ügyek 93,5%-a ellen nem nyújtottak be fellebbezést az arra jogosult felek. Tolna vármegye bíróságain egyébként 242-en dolgoznak, közülük 52-en bírák, 190-en pedig igazságügyi alkalmazottak. Összeütközött két autó kedden délután Szekszárdon. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint egy férfi közlekedett kocsival a Mészáros Lázár utcán a Hólub utca irányába. A Hólub Mészáros Hunyadi utca kereszteződésbe érve egyenesen behajtott, amikor neki ment balról a Garai tér irányába közlekedő kocsi. A baleset idején a kereszteződésben a közlekedési lámpa működött. A sofőrök elmondása szerint zöld jelzésen haladtak át, ezért a baleset okozásáért a felelősségüket nem ismerték el. Az ügyben szabálysértési eljárás indult. A vállalkozások kötelezettségei a fogyasztói szerződés kötések kapcsán, avagy Mit ellenőriz a Fogyasztóvédelmi Hatóság címmel szervezett közösen előadást a Tolnavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Tolnavár megyei Kormányhivatal. A program célja az volt, hogy a cégek minden területen ismerjék az új szabályokat, elvárásokat és felkészültek legyenek a hatósági ellenőrzések során. A veszélyes termékek felkutatásában részt veszünk, a termékek címkézését vizsgáljuk,
tisztességtelen piaci magatartást is vizsgálunk. Egyebek mellett a fogyasztói szerződés kötésekről és a vállalkozók ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről is hallhattak azok, akik részt vettek a Tolna vármegyei kormányhivatal és a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara közös tájékoztatóján. Fischer Sándor elnök szerint ahhoz, hogy sikeresek legyenek a vállalkozások, elengedhetetlen, hogy minden téren tájékozottak legyenek. A fogyasztóvédelemről lesz elsősorban szó, hiszen ez nagyban érinti azt, hogy egy vállalkozás hogyan tud fent maradni. Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatairól is lesznek szók, hiszen ebből a tapasztalatokból a vállalkozók tudnak meríteni a munkájukra. A kormányhivatal tavaly kötött együttműködési megállapodást az iparkamarával. Horváth Kálmán, Tolna vármegye főispánja elmondta, fontos, hogy a vállalkozók ismerjék az új szabályokat, elvárásokat, és felkészültek legyenek a hatósági ellenőrzések során. Azt gondolom, ott, ahol jogszabályok mondják meg, hogy mi alapján járjanak el az emberek, ott azért lehet azt így is, meg úgy is értelmezni, és tényleg nem akarom, mert már mondtam, nem akarom túlhangsúlyozni, de miután a kormányhivatalnak is az ügyfélbarátsága az egyik legfontosabb elve, és nyilván az eladóknak, a kereskedőknek is ez, vannak eltérések a jogszabály értelmezésben, ebbe próbálnánk segíteni. A program egy rendezvénysorozat első állomása volt, így a tervek szerint 2023-ban még számos hasonló előadással, tájékoztatóval készülnek a szervezők. A koronavírus ellen beoltottak száma 6.422.163, közölte a múlt heti összesített adatokat, ismertetve a koronavírus sajtóközpont szerdán. A közleményben azt írták, az előző héten 618 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2.199.764-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A múlt héten meghalt 8 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 48.811-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma pedig 4.260-ra csökkent. Tudatták azt is, hogy jelenleg 359 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 3-an vannak lélegeztetőgépen. A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A decemberben indult vállalkozások munkaerő támogatása és munkatapasztalat szerzését elősegítő támogatásoknak köszönhetően mára már több mint 10 000 álláskereső állhatott újra munkába, közölte Comba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára szerdán. A kormány a háború és a szankciók sújtotta nehéz gazdasági helyzetben is mindent megtesz a családok megvédése, a recesszió elkerülése, a teljes foglalkoztatás megőrzése és az infláció letörése érdekében. Ezért már 20 intézkedésről hozott döntést, hangsúlyozta a közleményben az államtitkár. A munkahely teremtő támogatási programokra eddig mintegy 12 000 álláskereső foglalkoztatására érkezett be kérelem, és már 10 000 ember állhatott újra munkába. A kormány ehhez 10 milliárd forintnyi támogatást biztosított. Tehetséges fiatal dombóváriakat köszöntöttek a Városházán. A díjátadó azért is volt különleges, mivel a településen aznap tudták meg, hogy az idén elnyerték a Tehetséggondozó Önkormányzat címet. Két kivételesen tehetséges sportolót köszöntöttek kedden Dombóváron. A fiatalok április 1-én a Városnapon lettek volna díjazva, de éppen egy versenyen vettek részt. Szabó Dorottya 12 éve karatézik. Ez idő alatt egy világbajnoki ezüsttel és 3 bronzéremmel, illetve több Európa-bajnoki helyezéssel is büszkélkedhet. A karatéka a Buzánszky Jenő díjat vett át, melyet kiemelkedő sporteredményt elérő fiatal dombóvári sportoló vagy csapat kaphat meg. Szerintem ez, amit eddig elértem, ez már egy nagy dolog, és hát úgy nincsen konkrét nagyobb célom ezzel, igazából ez nekem egy hobbi is, tehát ez a mindennapjaim részévé vált már, és hát már igazából a megszokás is, hogy nekem kell az edzés és a testmozgás. Szőcs Patrik igazi jó tanuló, jó sportoló. Edzője és tanárai szerint ő az épp testben, épp lélek megtestesítője.
Én a Dr. Péter Gyula díjat kaptam meg a tanulmányokban és a sportban elért eredményeimért. A gimnáziumi éveim alatt kitűnő tudtam lenni, és több tanulmányi versenyen is részt vettem. Karatéban is elég jó eredményeim vannak. Patrik többek között egy világbajnoki aranyéremmel is büszkélkedhet. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármester elmondta, egy településnek szüksége van a jól teljesítő fiatalokra. Nyilván az a elmúlt években elvégzett munka, amelyet köszönhetek a civil szervezetek és sportszervezetek vezetőinek, visszaköszönt egy ma reggeli e-mailben. Néhány héttel ezelőtt az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumában nyújtott be egy pályázatot, és azt gondolom, hogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy a minisztérium elismerte azt a tevékenységet, amely Dombóváron zajlik, és sokunknak szól ez az elismerés, hiszen a tehetséggondozó önkormányzat címet nyertük el, amelynek hivatalos átadására május 16-án kerül sor. A program folytatásához pedig pénzbeli támogatást is kap ezúton az önkormányzat, így a városvezető bízik benne, hogy ennek is köszönhetően még sok tehetséges fiatalt fognak tudni köszönteni a jövőben is. Regionális híreink következnek. 50 éves a pécsi TV-torony, a jubileum alkalmából ünnepséget rendeztek az ország legmagasabb épületében. Narcisz ünnep, több mint 10 000 tő színpompás virág fogadta a látogatókat. Zajlik az SZIA bevallási szezon, érdemes odafigyelni néhány fontos szabályra. Jubilál a pécsi TV-torony, megépítésének 50. évfordulóját ünnepli Pécs jelképe. A mecsekben a Misina tetején álló torony Magyarország legmagasabb épülete. Az étterem üzemeltetője fogadással egybekötött ünnepséget rendezett a város prominens személyiségeinek és a sajtó munkatársainak. A pécsi TV-torony Pécsváros ékessége. Kiváló tájékozódási pont is egyben, hiszen a pécsieknek a TV-torony az északi irányt jelzi. A pécsi és a baranyai látkép szerves részévé vált a torony. A pécsi értéktárba is bekerült. A pécsiek, illetve Baranyában élők az elmúlt évtizedekben a TV-tornyot a szívükbe zárták. A TV-torony iránt érzett szeretetet és népszerűséget meghalva döntött úgy még a korábbi pécsi fideszes városvezetés 6 esztendővel ezelőtt, hogy diszkivilágítással látja el a tornyot. Mióta ez megvalósult, azóta az erre járók, illetve az itt élők azt láthatják, hogy minden nap különböző színekben pompázik a TV-torony, és ez a diszkivilágítás alkalmas arra is, hogy a nemzeti ünnepeken a nemzeti trikolór színei töltse magára a torony. A mecsekben a Misina tetején álló torony Magyarország legmagasabb épülete. Az étterem és a kilátó üzemeltetője, aki egyben egyik tulajdonosa is, fogadással egybekötött ünnepséget rendezett. A Misina hegy, ha egy 500 méter magas dombot hegynek lehet mondani, nagyon meredeken szakad a város felé, és aki feljön a TV-toronyba és innen kinéz, akkor olyan érzés, mintha repülőben ülne, mert több mint 400 méterrel vagyunk a város fölött. Nagyon messze ellátni innen, délről látszik a horvát Papuk-hegység jó időben, északról pedig a Balatonnak, illetve a Badacsony-hegynek a sziluettjei láthatók. 1964-ben merült fel, hogy az akkori tévéállomást, ami szintén a Misina tetőn volt, kinőtték. Bővíteni kellene, és hozzá egy impozáns torony is szükséges lenne. A tervek már elkészültek, és új adóberendezéseket telepítettek. Az új torony építése 1972-ig tartott, 72-ben települtek az új adóberendezések, illetve egy új adóberendezés, ami később a Magyar Televízió 2-es műsorát sugározta. Ez egy NEC gyártmányú berendezés volt, elsőként telepített Magyarországon ez a japán cég adóberendezést. A 197 méter magas pécsi TV-torony a mecsekben az 535 méter magas Misina csúcsán áll. 1973. április 4-én nyílt meg, azóta Magyarország legmagasabb épülete, idén 50 éves. Több mint 10 000 tő színpompás virág fogadta a kaposvári Róma villa látogatóit. A hagyományos Narcisz ünnepre az ország távolabbi szegleteiről is érkeztek érdeklődők. A szokásokhoz híven Kaposvár polgármestere is kilátogatott a Ripl-Rónai Múzeum tavasz köszöntő rendezvényére. A Narcisz ünnep gazdag program kínálatára több ezer látogató volt kíváncsi. A téli hosszabb időszak után, egy kicsit bezártság után
az emberek is igénylik azt, hogy lássák egymást. És jó, nagyon jó volt látni, hogy ismerősök találkoztak, kezet fogtak, beszélgettek, és közben élvezték azt a környezetet, a jó levegőt, azt a csodálatos művészeti örökséget, amit Kaposvár nyújthat a ide látogatóknak, és hát nekünk is, a múzeumi kollégáknak is, akik szívvel, lélekkel azon dolgoztak, hogy ez a mai nap ilyen csodálatosan sikerüljön. Az érdeklődők a többi között kipróbálhatták a nemezelést, a veszőfonást, az agyagozást, a sejemfestést. Voltak koncertek és rendhagyó tárlatvezetések is. Nagyon jól érezzük magunkat, örülök, hogy eljöttünk, programok jók, úgyhogy eljátszunk violával, jó minden. Sokan nem csak a programok, hanem a baráti beszélgetések miatt is szeretik ezt a színpompás programokban gazdag közösségépítő rendezvényt. Nagyon szeretünk kijönni ide, a nárciszok azok nyilván alapvetően mindig pozitív életérzést adnak hozzá a történethez, és itt jó találkozni ismerősökkel. Tényleg ez, ahogy mondod, hogy így megnyitja ezt a szezont, itt a tavaszt. A Róma villa kertjében volt kézműves és helyi termékvásár, palacsintakóstoló és könyvbemutató is. Javában zajlik az esze a bevallási szezon, ezért néhány fontos szabályra érdemes odafigyelni. A NAV baranyai sajtóreferense stábunknak elmondta, hogy 18 év alattiak is kaphatnak bevallási tervezetet, ám az csak törvényes képviselőjük hagyhatja jóvá. A benyújtott dokumentumot utólag csak önellenőrzéssel lehet módosítani, ám ehhez egy teljes értékű esze bevallást kell elkészíteni. Van lehetőség részletfizetést is kérni az adózási kötelezettségre vonatkozóan, amennyiben az összeg nem haladja meg az 500 ezer forintot. Az SZIA bevallási tervezetek már március közepe óta elérhetők, ezeket lehet módosítani, kiegészíteni, majd jóvá is kell hagyni a dokumentumot. Online felületen, ha kiskorú gyermek is kap tervezetet, akkor azt kizárólag a törvényes képviselője ismerheti meg. A jóváhagyáshoz szükséges, hogy elektronikus jogosultsággal rendelkezzen a képviselő. Ezt megteheti a NAV honlapjáról letölthető új egykenyomtatvány kitöltésével és beküldésével. Abban az esetben, hogyha az adózó jóvá hagyta a bevallási tervezetét, akkor az végleges bevallásnak minősül, és ebben az esetben már csak önellenőrzéssel lehet az adatokat módosítani. Ekkor teljes értékű esze bevallást kell elkészíteni, vagy elektronikusan, vagy pedig papíralapon, és ezt kell beküldeni a hivatalhoz. Nagyon fontos az, hogy ezen a bevalláson jelezni kell, hogy önellenőrzésként nyújtja be az adózó. Ezután pedig az adót is meg kell fizetni. Erre vonatkozóan kérhető részletfizetés. Az elektronikus hozzáféréssel rendelkező adózók az ESZIA portálon a tervezetben jelölhetik meg azt a menüpontot, amely a részletfizetést jelenti. Fontos, hogy ez csak az ESZIA és a szociális hozzájárulási adó együttesen 500 ezer forintot meg nem haladó összegére kérhető. Ezt az esedékességtől számított legfeljebb 12 hónapon keresztül egyenlő részben pótlékmentesen fizethetik az érintettek. Abban az esetben, hogyha a papír alapon kapta az adózó bevallási tervezetet, akkor az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nyilatkozaton is tudja jelezni a részletfizetési szándékát. Hogyha ezt a bevallási tervezetet egyéb okból is módosítani kell, akkor el kell készíteni egy teljesen új személyi jövedelemadó bevallást, és abban kell jelezni a részletfizetési kérelmet. Ezek mellett még számos szabályra kell figyelni. Kérdés esetén az adózók felkereshetik a hivatalt telefonon a 1819-es infovonalon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Sonka Tojás Halászlé, az utcaemberét kérdeztük arról, hogyan készül a húsvéti ünnepekre. Jól teljesítettek a bíróságok, folyamatosan javulnak az igazságügyi dolgozók mutatói Tolna vármegyében. Fogyasztóvédelmi tájékoztató, a legfontosabb szabályokról ismertették a vállalkozókat. Tehetséggondozó önkormányzat, fiatalokat díjaztak Dombóváron. Csütörtök hajnalban ismét fagyos idő várható, néhol erős, mínusz 5 fok alatti fagy is előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten is ismét felerősödik az északi szél. Az ország nagy részén napközben már emelkedik a nappali hőmérséklet. Éjszaka borongos idő várható. Eső, havas eső, hó egyaránt előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon.
ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!